Sziasztok, srácok, üdvözöllek benneteket, folytatjuk a Tirdanos kalandjainkat, és már itt is vár ránk az SMS, amely a következő küldetést tartalmazza. Ugyebár Kerstint kell egy kicsit helyre igazítanunk, hogy tudja, hol a helye. Lássuk, mi lesz a küldetés. Her Prized Prizes, ez a küldetésünk neve, és ugyanazon a pályán vagyunk. Lehet, hogy végig ezen a pályán fogunk játszani, ezt majd meglátjuk. Hó, mi nincs kidöntve a torony. Lássuk, mit kell csinálni. Kerstintől fogunk ugye lopni. Úristen, mennyi targetunk van, te jó ég. Mindjárt meglátjuk, hogy milyen opciók vannak. Ugye összesen 5 required van, és 3 optional. Illetve van tűzjelző, bekötött riasztó, és igen, hogyha ezeket átvágjuk, akkor ez riaszt. Hát ezt ki is kéne próbálni. Lássuk, hogy hol vannak nekünk lopandó cuccaink. Van egy itt. Ez ugyebár itt... kicsit, az lehet, hogy lent lesz, az lent van alul, oké. Van egy itt lent a parton, itt a másik parton. Ez lehet, hogy itt fent lesz, aha, ez fölöttünk van. Ez fenn van egészen a toronyban. Ez kifejezetten érdekes helyen van. Itt is van egy lent ebben az épületben. Van itt egy a toronyban. Ez talán a toronyban van, igen. És van egy teherautósunk. Hát hirtelen ez kicsit sok. Nézzük már meg ezt a tornyosat, erre most nagyon kíváncsi vagyok így első körben, hogy hogy néz ki, amit el kell lopnunk? Prized prizes. Mit jelent ez? Pünktlich. Arra lennék kíváncsi. Azt mondja, hogy ezt kell ugyebár gondolom kivennünk majd. From the box. Annyi, hogy ugyebár ez gondolom így nem mozgatható önmagában. Mi történik akkor, hogyha én ezt itt most kipróbáljuk? Ezt én úgy döntök, hogy itten kivágom. Ahhoz mit szól a játék? Blowtorch. Erre vajon beriaszt-e? Be. Ha és egy percünk van innentől kezdve. Hát jó. Ugye ez egy target így hirtelenjében. Én azt mondom, hogy fullozzuk ki ezt az egészet. Újra nyitom a küldetést. Vajon, hogyha kidöntöm az egész tornyot, akkor is beriaszt? Ezt muszáj kipróbálni, ez megint nem egy másodperces mutatvány. Úgy néz ki, ez a torony kidöntés egy visszatérő motivum lesz. Hát körbevágtam, csináltam egy biztonsági mentést, és megnézzük, hogy elindul-e a riasztó. Sajnos igen, a torony amúgy szépen kidől, szépen kidől. Van egy ötletem ennek az orvoslására, úgymond. Azt fogjuk csinálni, hogy a tornyot a hátuljánál, itt a gerincénél végig fogjuk vágni fölfelé. És megcsináljuk úgy, hogy egy pici oszlop tartsa azt a fenti kis boxot, amiben a jutalom lesz, amit egyszerűen egy pisztolylövéssel itt lentről el lehet majd lőni, és akkor gyorsan le fog érni, amikor nekünk arra szükségünk lesz. Ehhez arra van szükség, hogy most itt felmenjek, ha fel tudok, teszünk ide gyors egy plenket, így szépen. Felmegyünk, és ki kell döntenem a tornyot úgy, hogy ez a rész egybe maradjon, és tartsa magát ezt a díjat, de a torony többi rész az leváljon róla, és kidőljön. Na ez lesz ám igazán érdekes. Most ugrik az a bizonyos majom a vízbe, ugyanis még ez a lépcső tartja elméletileg itt az épületünket. Hát ezt mindjárt meglátjuk, hogy... elmozdult a fele. Érzitek? Basszus, elmozdult a fele. Oké, mi tartja? Mi tartja ezt az egészet itt? Ez? Dőj ki. Haj ki. Ez az! Ledöntöttük a tornyot a... menj már, mekkora átjárót csináltam! Na jó. Hát ez azért jobban sikerült, mint gondoltam. És ugye itt most annyi a lényeg, hogy nyomok egy quick save-et, hogy ezt meg tudjam nektek mutatni, hogy ott van fent a value-éből, amit amúgy össze kell majd gyűjtenünk, és hogyha van egy pisztolyom, akkor egy lövésre azt innen le lehet hozni. És akkor itt a value-éből. Szóval, szerintem megérte nagyjából 15 percet fúrni ezért. De jó lesz ez, jó lesz ez. Most nézzük meg a többi célpontot, hogy egyáltalán hol találhatóak. Tekintve, hogy a kiáratunk az itt lesz ugyebár a hídon, lehet, hogy a végére hagynám ezt a baloldali pontot, pöttyöcskét, úgyhogy ide csinálunk most egy hidat magunknak. Csináltam ide egy nagyon instabil fahidat, ami nekünk igazából teljesen jó lesz, és azt nézem, hogy ez a pötty még egy kicsit fölöttünk van, viszont itt túl nagy a távolság ahhoz, hogy egyszerűen át tudjak ugrani, úgyhogy valahogy megoldjuk azt, hogy itt mégis fel tudjak szaladni. Ehhez segítségül használni fogunk egy gépet, ami itt van a túloldalt. Meg fogjuk tudni azt szerintem oldani, hogy erre fel tudjunk állni, vagy hát ugrani inkább, és ennek a kampóján fogunk felszaladni a másik épületnek a tetejére. Ez lenne az elmélet.
a gyakorlat azt meg, hogy próbáljuk nem széttörni, mielőtt a pozícióba érünk vele. Bele ne csúsz, ezt akartam mondani, ugyebár. Jó, azt fogd meg. És akkor, hát valahogy így kéne. És akkor ugye így erre rá tudunk onnan ugrani hátulról, ugyebár. Hát eléggé instabil a történet, de elmetek ide rá lehet ugrani, és akkor ezen majd fel tudunk futni. Amelyre most per pillanat nem tudok felmenni, úgyhogy csak egy ilyen kis feljárót. És hogyha itt vagyunk, akkor már akár ide a falig is el tudom vezetni ezt a történetet? Majdnem. Hát majdnem a falig. Ups! Oké, hát ez a hidunk kezdete lesz. Oké. Így épülnek a Stark-féle fahidak. Meg kell nézni konkrétan, hogy hol van. Ez még elmentek 2 méterre fölöttünk van, úgyhogy szerintem oda kéne bejutnunk amúgy, úgyhogy kicsit be is fúrom magam. Mi szeretnénk itt bemenni, úgyhogy én a játéknak ajánlom, hogy engedjen be minket. Bejutottam az épületbe, egy kicsit ezt a bejáratot egy kicsit kiszélesítjük, mert eléggé instabil, hogy őszinte legyek, itt maga az átütás is eléggé macerás, eléggé csúszósak ezek a deszkák. Egyelőre működik, hát reméljük, hogy nem fog szétesni itt a szerkezet, mert ez tényleg nem arról híres, hogy mennyire stabil lenne, úgyhogy csak fel kell futnunk, és amit el kell lopnunk, az itt van valahol az ajtó mögött. Aha. Emögött az ajtó mögött lesz. Csak egy quick save-et, mert véget, hogy elindítom, és már tök sokat fúrtam. Jó napot! Szeretnénk bejönni. Jó. Aha. Szóval ez itt van ebben a ládikában. Jó, szerintem a kábel ez elég sokáig el fog érni nekünk. Olyan szinten sokáig, hogy... Jó. Csak hogy ránézve is fel lehessen szedni. Ezt a kanapét innen kidobjuk, ezt a porrós kanapét. És... hát, ez Jackhammerrel, vagy inkább lótorcsal szépen óvatosan ezt a kis létrát itten leégetjük, hogy ezt odébb tudjuk egy... Ujjjjj, nem, van tűzjelző! Van tűzjelző! Olcsad! Jó. Jók vagyunk, nem kell aggódni. Egy kis szikra elindul. Oké, és akkor fönt is elvágjuk. Ez le is esett, nagyon szuper. Ezt a lépcsőt is kidobjuk a kanapé után. Nagyon szuper, tehát igazából ezt most itt simán fel tudjuk venni, visszarakjuk a padlót. Tessék, olyan, mint újkorában. És ezt itt gond nélkül fel fogjuk tudni venni, szerintem ez így a maximum, amit itt ez itt kibír, úgyhogy erre rá is quicksave-elünk egyet. És akkor most az lesz a következő menet, hogy innen már vagy egyből megyünk a kocsinkhoz, vagy pedig még gyorsan elmegyünk ide, megnézzük, hogy ez hol van pontosan ez a toronyban, ez az utolsó szajré, mert lehet az lenne az utolsó, amit össze kéne szednünk. Hajjaj, hát ez ide látom, hogy ez egy necces sztori lesz. Ez nagyon necces sztori lesz. Ugyanis ennek milyen hosszú kábel... Várjatok, ennek nagyon hosszú kábele volt, nem? Hát átlógott a kábel a padlón. Na, tör ki azt az ajtót. Jó napot! Megjöttünk az eszközé. Mi történik akkor, hogyha szakember módjára... Hát nem szakadt el. Ó, van itt még plank. Wow! Az első felvehető item a pályán, oké. Ez meddig lóg vajon le? Most azt kéne tudnunk. Szerintem elég sokáig, majdnem a földig ér. Aha. Ez viszont nekünk nagyon jó hír. Tudunk amúgy olyat csinálni kábellel. Hú, és ez amúgy lehet, hogy előtte nyomunk egy quicksave-et, biztos, amit tud kerelj. Hogy hozzákötöm ehhez. Ugyebár ez így egy picit húzni fogja erre felé, és akkor már is közelebb van. Sőt, húzhatjuk még egy kicsit. Oké, nice, egyből sokkal közelebb került. Úgyhogy, hát ezt egyből itt már az elején fel fogjuk tudni venni, ezt itt mindjárt odébb rakjuk, szerintem simán, ha fel tudom emelni ezt a fenyőt, akkor ezzel nem lesz különösebb probléma, csak be van akadva. Pontosítottam egy kicsit az útvonalon, ugyanis egy kicsit eltájoltam azt a deszkát, bőven kaptunk deszkát, úgyhogy ebből probléma nem lesz, ugye itt berajzoljuk magunknak ezt a kis útvonalat, ami majd itt jönni kell. Hogy onnan fogunk fentről majd szépen leugrani, hát ezt tudni fogjuk, hogy ott kell talán kijönni, és akkor erre kell majd szépen tovább mennünk. Blue Tide-dal ezt nagyon gyorsan meg fogjuk ezt a szakaszt futni, ezt a füvet itt lerombolom, ezzel is egy minimális időt nyerve. Leromboljuk a füvet, kiírtjuk, csak hogy gyorsabban tudjunk futni. Abszurd egy picit, nem tudom, hogy ezt a buckát itt egy picit meg lehet-e kisebbíteni, nem hiszem. Blue Tide-dal nagyot is ugrunk, gyorsan is sprintelünk, úgyhogy ez teljesen jó lesz. Itt ezt felszedjük, és akkor mehetünk vissza igazából a kocsinkhoz. Innen fogunk majd kimenekülni. Hát ez már igazából a vége lesz majd a futásnak. Úgyhogy
ezt is itt szépen egy kicsit kitisztítjuk, és erre elhozzuk az egészet itt az autónkhoz, nagyon szuper. Jó, ezzel megvagyunk, megnézzük azt az autót, amiben van egy ilyen célpont. Ne! Ne mondjátok, hogy ennek hiányzik egy kereke! Nem baj, így is működik a történet. Várjátok, mentünk egyet mindenféleképpen. Működni működik. Ugye benne van a sztori. Húha. Jó, ez most hogy van? Ezt hogy tudom kinyitni? Így. Kicsit ilyen brute force módszer. Aha, oda van bekötve. Jó, ez eléggé ide van kötve. A biztonság kedvéért én még egyet ide rákötök most. Hogy ez ide ki legyen kötve, és... Egészen véletlenül egy ilyen picike darukát itt hagytak nekünk. Ez most pont kapóra fog jönni. Jó, fel tudjuk emelni könnyedén ezt a... Belemeltem a teherautót! Na jó, hát ezt most nem kéne odaütni sehova, azt hiszem. Ujjuj. Azért kicsit instabil a szerkezet. Nem gondolnátok, hogy miért. Oké, ezt próbáljuk nem odaütni sehova. Hát... érdekes egy megoldás, az... Mindenképpen igaz. Wow! Jajjaj, a benzinkutat ne szedjük le azért. Vigyázz! Vigyázz! Nem lesz ez így jó. Benzinkut! Oké, kibírta. Menjünk tovább. Valóban nem sérült meg nagyon. Itt egy monster truck amúgy. Oké, jaj, ne! Jó, a lényeg, hogy tartsuk. A lényeg, hogy tartsuk. Oké, okay, gáz, óvatosan, így, szépen. Jó lesz az, tökéletes, kedveském. És akkor, hát ide kéne valóban letenni, és akkor a végén ezt is felvetjük, nem? Nem kell ezt bonyolítani nagyon. Így dobjuk le, nem? Csak itt simán. Most mit facázzunk vele? Jó, ezt pedig beállítom csak így simán, de lehet, hogy még szükség lesz erre a gépre, úgyhogy ezt sosem lehet tudni. Jó, nagyon fontos, nyomunk egy quick save-et, mert eddig nem riasztott be azt, hogy szétszedtük ezt a kocsit. Kipakoljuk belőle ezeket a fölösleges holmikat. Ugyebár ez kell egyedül, ami itt van. És ezt ki tudjuk tenni ide oldalra szépen, így. Az összes többivel nekünk nem kell foglalkozni. És amikor majd jövünk, akkor úgy jövünk, hogy ezt még pluszba összeszedjük, és tudunk is menekülni. Na, hát 4 tárgy már megvan ugyebár. Igazából már csak egy kéne és meg is lennénk, de mi szeretnénk az összeset összeszedni. Ó, csúnya festmények, takarodjatok innen. Na, hogy azt... Nem ez a target? Jó, ez a target. Oké. Valószínűleg ő lesz az első, amit ki fogunk menekíteni. Én úgy vélem. Jó, ez itt egész jó helyen van. Hát mindegy, jó lesz az itt is. A lényeg, hogy őt ugye kivesszük, és utána beugrunk egy csónakban, de átmegyünk szembe, ahol a második célpontot fogjuk majd felvenni. Ez a hajó azt hiszem elég gyors. Ugye? Yes. Ez nagyon gyors kis hajócska lesz. Ez az. Jó. Szépen ide beállunk vele. Igazából ezt szerintem elő is készítettük, azért megnézzük. Tehát innen fogunk kezdeni. Persze, jó, ez befele nyílik. Oké, innen kezdünk, ezt felveszünk, és akkor egyből át is mehetünk a hajóval a túloldalra, ahol felveszünk ezt a pontot, valamint utána ezt, és utána fel kell mennünk ezért, és menet közben, amikor itt jövünk, valahogy a tetőkre fel kéne jutni, bár mondjuk itt van egy egyenes út fölfelé, úgyhogy az eléggé nagy segítségünkre lesz, itt van egy hosszú lépcsősor, itt középen, és a lényeg, hogy majd innen föntről vagy valahonnan menet közben ugye el kell lőnünk ezt a targetot, ami még fenn van a magasban, de majd ezt meglátjuk, hogy hogy fog sikerülni. Menjünk először át oda a túloldalra, ahova a hajóval meg kell majd érkeznünk. Jó napot, hol lehet fölmenni az emeletre? Jöttünk lopni. Jó napot, hú de szűk kis lakás ez. Ha rendesen klausztrofóbiás vagyok, mik ezek a kicsi helyek? Van egy ötletem, ami így menet közben jutott eszembe. Hát nem valószínű, hogy ez kivitelezhető, de megpróbáljuk. Hogy innen még a következő helyre is lehet, hogy hajóval mennénk. Bocsánat, hangos a jackhammer. Oké, nem akarok amúgy kiabálni. Tehát, hogyha kialakítjuk megfelelően ezt a kis kikötőt, akkor
azt akarom megnézni, hogy ezt, hogyha föl tudnám venni onnan egészen lentről, aha, akkor megcsinálhatnánk azt, hogy a hajóval csak ide beállunk, ezeket itt szépen eltakarítom, hogy ne legyenek ilyen zavaró tényezők, ezek a nagy szutyok faládák. Shit! Ne! Beszorultam a ládába! Na jó, oké. Tehát, hogy ezt kábellel, most erre rámentek, mert ez nem biztos, hogy működni fog, és lehet, hogy elszakad. Hogyha ezt ide húzom, akkor igen. Így csak konkrétan ki kell nyúlnunk a hajóból, hogyha megcsinom azt, hogy itt meg tudjunk állni. Ezeket a csónakokat odébb teszem, és mivel ez itt szintén a vízparton van, be tudjuk azt játszani, hogy ide a nagy jacht helyére majd beállunk a mi kis jachtunkkal. Ezáltal egy kis időt spórolunk, hogy oda is járművel tudunk menni. Viszont ezt ki kell alakítanunk, azt az utat, amin keresztül menni tudunk. Szerintem ez itt fullos, és akkor itt azzal a hajóval megállunk, fölszedjük azt, és tudunk tovább hajókázni. Úgyhogy mehetünk is a következő célponthoz, ami igazából gyalog szerrel sincs túl messze. Megjöttünk a szajréért, és ahogy látszik, ez a szajré viszont elég könnyedén nyúlható. Ugyanis elég hosszú kábel van hozzá szerencsére. Nagyon szuper, nyomunk rá egy quick save-et, mert megtaláltuk, és már eddig is kész ugye a tervünk, a mesteri tervünk. Ezt viszont mindenféleképpen megjelölöm, hogy tudjam, hogy ennél a póznánál kell majd megállni. És ezen az ajtón kell berohanni, és itt kifúrunk hátrafelé, mert itt hátrafelé fogunk futni egyenesen, úgyhogy ezt a gyönyörű konyhabútort itt gyors egy kicsit lerendezzük Jackhammerrel. Ez egész jól alakul, kifurtuk mint egy kis vakond ezt a házat, és kicsit kikötöttem, hogyha kikötök, becsapódok ide, akkor itt csak egy ebetűt nyomva ugye át tudok szaladni, majd itt már lehet blue-tide-ozni egyet, és akkor most itt szaladunk majd szépen fölfelé, ugye erre mondtam, hogy van itt egy ilyen kis lépcső, és itt kéne valahogy megoldani, hogy gyorsan itt fel tudjunk egyenesen szaladni. Hát nem tudom, hogy azt a tuk-tukot fel tudjuk-e, vagy valamiből csinálunk kéne itt egy lépcsőt. Ha? Pont elfértem, bocsánat, kocsival vagyok. Gyerünk, küzdj! Jó. Fölmegy az. Basszus, nem megy föl, nézd meg. Lefulladtunk. Pedig azt hittem, hogy ez jó deal lesz, de úgy néz ki, hogy nem. Kábellel kikötöm szerintetek? Fölhúzza a tuk-tukot? Nem, addig fel sem tudom kötni. Aj. Kicsit úgy néz ki, mint a pókember járt volna itt. És ez a tuk-tuk, ez keresi az élete értelmét. Na várjatok, amikor kellőképpen belendül, akkor át. Jó, most már talán... Nem, még kell neki egy kábel. Azt mondja, hogy ide. Elérhet-e a falig? Nem, a falig még nem. Ide már elérhet viszont, jó. Így már talán el fog érni a falig. Ez az, nice. És akkor most el kell vágnunk. El kell vágnunk ezt itt. Oké. Azt is elvágjuk ott. Jó. Csak is tuk-tukunk lassan megérkezik. És ő lesz nekünk itt a hatalmas lépcsőnk. Mesteri terben úgy néz ki, hogy csak-csak sikerült, de itt van valami a föld alatt. Menjünk már le. Vannak ilyen katakombák, menj már. Aha. A tuk-tuk, mint híd, előállt. Persze ezt lehet egy kicsit stabilizálni kéne, de ettől függetlenül szerintem ez teljesen kis fullos lesz, így már az egész hidunk is remegni fog, csak úgy, mint a kocsinak a teteje. Nagyon jó, csináltunk egy hidat. Tényleg, hogy tényleg kicsit ilyen pókemberes lett. Be kéne jelölnünk sprével, tehát itt jövünk majd felfelé, itt föl kell majd ezen ugyebár szaladnunk. Ezt az almafát, vagy mit mindjárt kicsit odébb teszem, és akkor megnézzük, hogy ez itt hol van. Felértünk a vár tetejébe, és itt van nekünk, basszus, hát ez nem a legjobb helyen van ez a jutalom, az a helyzet. Van itt egy ilyen kis prize-unk, amit ugyebár el kell lopni. És azon gondolkozok, hogy ezt honnan lehetne a legkönnyebben kivenni. De amúgy én még mindig arra hajaznék, hogy ez mi? Ez mozog? Jó, mindegy, kifúrjuk ezt a lyukat, és itt a lyukon keresztül kihúzzuk egy kábellel. Ez a bejárat itt szerintem kellőképpen nagy lesz. Na most megpróbáljuk azt, hogy kábellel ezt kicsit kifeszítjük ide óvatosan. Jó, ez pont nem szakad el, úgyhogy ez itt teljesen jó, és ez itt felvehető. Na most itt egy kicsit még azon módosítunk, hogy itt minél kevesebb akadály legyen. Például ez a villanyosztop, ez mondjuk ide nem kezd, felrakjuk oda a tetőre. Nem csúszik le, nagyon nagyszerű. És akkor itt megoldjuk azt, hogy opá, nem ezzel, hanem Jackhammerre, hogy kicsit könnyebben fel lehessen ide jönni a lépcsőn. Tehát a legmagasabb a lévő ponthoz feljövünk itt a tuk-tukon keresztül, meg is jelöljük az útvonalunkat, és tovább jövünk itt, ezen a két plenken keresztül fel fogunk tudni szaladni. És itt jobbra lesz nekünk ugyebár ez a kis cucc, amit fel kell vennünk, és ezután, hogyha ezzel megvagyunk, akkor pedig
ide fogunk szaladni, és innen előjük azt a kis pöttyöt ott, ugyanis akkor az ott le fog esni az ott fent, és egyszerűen tudjuk majd azt is megszerezni, és akkor igazából maradnak azok a pontok hátra, amelyeket már ugyebár megcsináltunk. Előkészítettünk, csak ezt is bejelölöm magamnak, ugyebár, így. Innen szimplán ugye szembe ugrunk egyet, és meg is vagyunk. Tehát elmetek az összes pontot előkészítettük, nincs más hátra, mint hogy kipróbáljuk a tervünket. Hát ez már lehet, hogy egy kicsit csalás. Kiástam itt ezt a lyukat, és konkrétan ez az első target, ez leesett ide egészen alacsonyra, úgyhogy egyből itt vagyunk a hajónál. Szóval összegezvén a tervet, innen fogunk indulni, ez az első targetunk, amit itt fel fogunk szedni. Ezután, hogyha ez megvan, a hajóval elmegyünk egészen eddig a pontig. Itt ugyebár ki van feszítve, úgyhogy itt csak megállunk egyből, hogy kezdődik maga a stég. És hogy megálltunk, felvesszük ezt a pöttyöt, visszaugrunk a hajóba, ezt a szigetet ki kell kerülnünk, és utána itt jobbra be kell csapódnunk, meg kell állni. Átszaladunk ezen az épületen, itt már szóba jöhet a Blue Tide, ugyanivel gyorsabban futunk és ugrunk. Felszaladunk ezen a kis keskeny utcán, itt a kis épített csodás tuktukosidunkon felugrunk, és itt fent összeszedjük ugye a fentit, amit most csináltunk utoljára, meg pisztoly a kézbe ilyenkor, és ezt itt ugyebár el kell tudnunk lőni, hogy leessen ez a fönti target. Utána pedig Blue Tide, itt beszaladunk, fölveszünk itt bent egy pontot, kiszaladunk, felvesszük azt ott jobb oldalt, visszafelé még itt a teherautóból, és mehetünk is. Ez 8 darab eszköz, amit össze kell szednünk, nagyon sok. Maradjunk annyiba, hogy nagyon sok. Most itt azért kétségeim támadnak, hogy ez elsőre sikerülhet-e, de szerintem meg lehet, meglátjuk. Azért egy perc elég karcsú, és szinte majdnem, hogy annyit kell futnunk, hogy körbe menjünk a pályán. 5-ös a Blue Tide, 3-as a pisztoly, úgyhogy erre van gyors gomb, ez a szerencsém. Úgyhogy, hát vágjunk bele. 3, 2, 1, mehet! Jó. Csináltunk már ilyet, csak kölcsön vesszük. Oké. Okay. Jó. Menj, fönn ne akadj! Nice, nagyon jó. Oké. Okay. Gyerünk, menj. Jó, ez megvan, oké. Okay. Hármasa íze a pisztoly. Jó. Essen csak le. Ez is megvan, Blue Tide. Necces lesz az idő nagyon. Azt a mekkorát ugrottam! Ez is megvan. Egy Blue Tide-on maradt. Megpróbáljuk. Gyerünk, léci, Blue Tide. Tedd a dolgod. Oké. Okay. Nincs több Blue Tide! Úristen! Menj! Ez az! Elsőre! Tényleg elsőre! Azt a rohadt mindenit, mind a 8 targetot megcsináltuk. Egy kicsit a végén be voltam szar, hogy nem fog sikerülni. Azért ez calculated lett. De a terv bomba biztos, és bomba siker lett, úgyhogy a helikopter elől pont meglógtunk. Lássuk, mennyi idő volt ez az egész küldetés. A szobánkban meg tudjuk nézni, hogy hogy sikerült a küldetés. 50 percbe került, majdnem 51 percbe maga ugye a küldetésnek az előkészítése. Amúgy a legutóbbi küldetés az 47 perc volt. Amúgy, aki azt írta, hogy Teletex, az azt hiszem jól tippelt, mert ez ilyen tévés történet. Közben kaptunk egy SMS-t a drága édesapánktól, és kell neki a segítségünk a garázsban. Most nem tudom, hogy kapunk-e egy új verdát, valami festésben kell segítenünk neki. Aha. Paint job, paint the car. Nekem ezt le kell festenem? Csak így sárgára? Oda nézzétek, ki van rendesen maszkolva, menj már. Azt még számolja a százalékokat. Na, nagyon szuper. Fú, hát egész pontosan le kellett festenünk ezt a kis autót. És már meg is érkezett a következő küldetésünk, amelyet a következő részben fogunk megcsinálni. Srácok, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve hogyha szeretétek és még nem tettétek volna, amíg iratkoztok fel. És tartottam. Jók legyetek. Sziasztok.